Sziasztok! Ma a fürdőszobámba hívlak benneteket, de nem fogunk sem takarítani, sem tisztítószereket vagy kozmetikumokat készíteni. Az elmúlt évek alatt nem csak a hulladékunk minimalizálására törekedtem, hanem igyekeztem a természetet minél közelebb hozni magunkhoz. A fürdőszobánkban is egyre több és több szobanövényt tartok. Még a legkisebb fürdőszobában is megtalálhatjátok azokat a szobanövényeket, amik ott jól érzik magukat. A zebralevél nagy kedvencem a fürdőszobában, szereti a párás levegőt, és nálunk kényelmesen elfér. Ezt a növényt már épp ideje volt átültetni, és kicsit felfrissíteni a földjét. Mostantól pedig újult erővel hozhatja az újabb és újabb hajtásokat. Van a fürdőszobánkban egy függesztett kaspó is, ami a zuhanyzónál lóg. Pár éve mentettem meg a kidobástól, és most eljött az ideje, hogy kicsit felújítsam. Az utóbbi időben nagyon rákaptam a szobanövények szaporítására, erről egy későbbi videóban fogok is mesélni. Ez a márványos szobai futóka már éppen elég nagy gyökeret eresztett ahhoz, hogy a felújított kaspóban megtalálja új helyét. Ez a kaspó nagyon szép állapotban van, igazából csak a piros zsinórokat szeretném lecserélni. A zsinórokat kikötözöm és nem vágom szét, hiszen még bármikor tudom őket használni. Thank you.
kaspóra, kenderspárgából makramécsomózással készítek új akasztót. A makramézás alapjait még anyukámtól tanultam, amikor gyerek voltam. De az alapokat ti is nagyon egyszerűen elsajátíthatjátok. Bízom benne, hogy a videó alapján ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy a fürdőszobában minél több és több szobanövényt helyezzetek el. A videó alatt szívesen beszélgetek veletek a témáról, de egész nyugodtan mutassátok meg a ti szobanövényeiteket Facebookon és Instagramon is, ott is megtaláltok. Ha pedig tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és hálás vagyok, hogy a másoknak is megmutatjátok. Egy hét múlva találkozunk, sziasztok!